Sziasztok, Tuna vagyok, és ez itt a Kocka Zóna csatorna. Aki esetleg nem ismerne minket, röviden annyi, hogy hárman készítjük a videókat. Pontosabban a Viktor, Zepi és én. Ha meg szeretnéd tudni, hogy ezt a videót kikészítették, akkor a leírásban megtekintheted. Első skinünk nem lenne más, mint a Lifeguard-tán. Mint látszik, ő egy úszómester, aki úszógumikat sorozna az ellenfelekre. Ha bekerülne a játékba, akkor körülbelül 80 vagy 150 gem lenne a sokban. A következő a Surfboard Poco, akinek a gitárját lecserélték egy surfdeszkára. A skin körülbelül 150 gem lenne. A következő a Shark Crew Bow, akinek nem változtatnának a lövési animációján. A skin 30 vagy 80 gembe kerülne. A következő az Explorer Dynamike, aki egy dzsungeli felfedező és túlérett robbanó banánokat dobálna. A skin körülbelül 80 vagy 150 gembe kerülne. A következő az Aqua Jean, aki a vizek és halak megteremtője és királya lenne. Az ára körülbelül 150 gem lenne. A következő a Bathtub Carl, aki egy fürdőkáddal gurul és egy boomerang kefével dobálózna. A szupere használatánál elcsúszik a szappanban és elkezd pörögni. Az ára körülbelül 80 vagy 150 gem lenne. A következő a Dinosaur Daryl, aki egy robot újszülött dino ruhában. Az ára körülbelül 150 gem lenne. A következő a Kimono Leon, aki egy távoli keleti harcos és legyező pálcadarabokkal sorozná az ellenfeleket. A nyelókája helyett egy levéldarabot szopogat. Az ára 150 gem lenne. A következő a Pro Spike, aki egy tök és növényeket ültet hasonlóan Rózához. Az ára 80 gem lenne. Az utolsó a Clown Mortis, aki egy cirkuszi bóc és az ásója helyett egy óriási nyalókával hadonászik. Az ára körülbelül 80 gem lenne. Reméljük tetszett a videó, ha szeretnétek, hogy kinyissuk a boxaitokat, akkor jelentkezzetek a képen látható e-mail címen keresztül. Lépjetek be a Discord szerverünkbe és további hírekért kövessetek be minket Instagramon is. Linkek a leírásban. Sziasztok!